mivel te hálózatépítő vagy, és nem akarod elveszteni az embereket, ezért a saját ajánlatodba, a saját portfóliódba berakod ezt a részt is, mert tudod, hogyha elkezdenek kihullani az emberek a csapatodból, ők mégis a legtöbb tovább fog menni egy másik üzletbe, viszont ha te szolgáltatod neki az online eszközöket, amire szükség van, akkor egyszerűen maradni fog. Tehát nekünk az volt az elméletünk, hogy ha belekezdjünk ebbe a dologba, nem fogunk elveszíteni nagyon embereket, mert lehet, hogy ő elmegy másfajta üzletbe, de attól függetlenül az eszközöket használja. És pontosan ez is történt, gyakorlatilag nagyon minimális a veszteségünk. Tehát elkezdenek emberek jönni, elkezdenek dolgozni az üzletbe, de lehet, hogy az üzlet nem tetszik nekik, elmegy egy másik üzletbe, viszont azt mondja, hogy neki ez a cucc kell, mert az másik üzletben is online akar dolgozni. Vagy azt mondja, hogy elmegy, abba adja a fizetést, de a legtöbb esetben jönnek vissza az emberek, és azt mondják, hogy nekik ez mégis kell, mert online akarnak dolgozni. Tehát mi egy olyan jó üzletágban vagyunk, ami minden hétvégén kifizeti nekünk a pénzünket, és igazából egy valós passzív jövedelmet ad, ugyanis maradnak nálunk az emberek, jó? És ez a valós passzív jövedelem, ez 100% jutalék. Ez a világon az egyetlen olyan 100% jutalékot fizető cég, ami tényleg működik, és hosszú távon is működött, és az egyszerűsége miatt. Manapság nem igazán engedheted meg magadnak, hogy belemész egy bonyolult marketing tervbe. A legtöbb előadás, hogyha elmész valahova, úgy kezdik, hogy a marketing tervet most nem is fogod megérteni, hetek vagy hónapok fognak beletelni. Na most könyörgöm, hogyha hetek, hónapok alatt érted meg a marketing tervet, akkor nem tudod, hogy a cég meg fog-e bukni. Ha 10-ből 9 cég megbukik, mert ez a statisztika, ez azt jelenti, hogy 90% esélyed van, ha nem érted meg a marketing tervet, hogy rossz üzletbe léptél. Jó? A 21. században nem lehet egy olyan üzletbe csak úgy belevágni, aminek nem látod át a marketing tervét, mert nem tudod, hogy hova megy a cég, jó? Ezért most mondok nektek egy pofon egyszerű marketing tervet, 100% jutalék. Olyan módon, hogy az első hónapban megkapom a havi díjadat, ha hozzám lépsz. És minden, hogyha valaki hozzád lép, te is megkapod a havi díját. Az első hónap az ő első hónapja, nem a tiéd. Az azt jelenti, hogyha én mondjuk januártól vagyok az üzletben, és januárban belép hozzám valaki, akkor is megkapom a 25 dollárt utána, tehát ő ugye a havidíja, azt fizeti. Ha februárban lép be valaki, akkor is megkapom az ő havidíját, ha márciusban, akkor is, stb. Tehát mindig a belépőd első havidíját megkapod, bármikor is lép be. Még talán szélességben ez azt jelenti, hogy nincs bekorlátozva, hogy hány embert hozhatsz be, annyit csatlakozhatsz, amennyit akarsz, minél többet, annál jobb, annál több a pénz. A második hónapban ebből már van egy passzív jövedelmed. A második hónapban megkapod a havidíjának a felét. Ez azt jelenti, hogy 12,5 dollár passzív jövedelmed van minden belépőtől a második hónapban. Ez azért van így, mert a cég többet akar neked fizetni. Olyan dolgokat fogok mondani itt, hogy mélység. Azért merek ilyen dolgokat mondani, mert a felméréseim alapján a legtöbb ember, aki eljön egy ilyen előadásra, az már nagyjából tisztában van a hálózatépítés alapjaival. De hogyha nem, akkor pár egyszerű szóval, mi az a mélység. A mélység azt jelenti egy hálózatban, hogy nem a közvetlen belépőd után keresel pénzt, hanem az azok belépőjéből, az azok belépőjétől, az azok belépőjétől. Tehát ez a mélység, ami nem a közvetlen belépőt, hanem azok, akik a csapatodba mások léptettek be. Jó? Tehát maga a csapat, akik nem közvetlen. Úgy tud a cég a mélységbe fizetni neked, hogy a második hónapban a belépőit havidíjának a felét fizeti, de, hogy itt is 100% legyen a jutalék, fizeti azoknak, akik dolgoznak, a fizetésük felét is. Jó? Ennyire egyszerű a marketing terv. Ha elsőre nem megy át, egyszerűen azért van, mert túlságosan bonyolult dolgokhoz szoktál, ilyenkor leszoktunk ülni az emberekkel, és 2-3 perc alatt megértik, hogy tényleg ez ilyen egyszerű, jó? 2 perc alatt megértheted, és ez a marketing terv már több mint 4 éve működik, és olyan szinten működik, olyan szinten nyereséges, hogy azóta további üzletágakat is elindított maga a cég, mert annyira sikeres volt. De erről még egy kicsit majd beszélek. De most nézzünk egy példát erre a marketing tervre. Azt jelenti, hogy mondjuk te vagy ott fölül, és van egy Marika nevű munkatársad. És tegyük föl, hogy Marika csatlakozik hozzád, és aztán rájön, hogy ez mennyire jó üzlet. Egyébként ez egy tipikus történet, mert
nagyon sokan azért jönnek hozzánk, hogy használják a terméket. Mi ennek örülünk, mert ez stabilan tartja mi bevételeinket. Aztán a legtöbben ezek után rájönnek, hogy hoppá, ez egy nagyon jó üzlet is, és elkezdenek dolgozni. Ennek még jobban örülünk, mert ez még stabilan tartja a jövedelmünket. De most tegyük fel azt, hogy Marika belép, és a második hónapban elkezd termelni, és keres $1000. Mennyit fogsz te keresni? Nagyon egyszerű. Meg tudjátok mondani, mennyit keresek? Megkapom Marikának a havidíjának a felét, és a keresetének a felét is. Könnyű kiszámolni. 1500, azt mondja Roland. 512. 512,5. Így van, tehát a havi díja az $25, annak a fele $12,5. Jó? Az $1000-nak meg a fele az $500, $512,5 kerestem Marika után. Csak azért, hogyha egyetlen egy ászt behoztam. Nem kell két ember, nem kell három ember, semmi ilyesmi. Ezt azért hangsúlyozom, mert a legtöbb üzletben el szokták mondani, hogy csak ennyi és ennyi embert kell behoznod, ami általában ugye nem szokott elég lenni, de hogyha ragaszkodunk ehhez, akkor azt mondom, hogy ez az egyetlen üzlet a világon, amit egyetlen egy emberrel is meg tudsz csinálni. Ha ő jó, ha ő ráérez és dolgozik, akkor nem kell ásznak lenned, hanem mindig meg fogod kapni a fizetésének a felét. És ha ő $10,000 kereste, $5,000 fogsz keresni, és semmilyen további kötelezettséged nincs, hogy mint hogy te is fizesd a havidíjat. Jó? Ennyire egyszerűen az üzlet. Na most nyilvánvalóan, hogy a cég kifizeti a 100%-okat, akkor ő ebből nem él meg, és ezért azoktól, akik azt mondják, hogy üzletet is akarnak építeni, azoktól kér még egy díjat, ez egy havi $19.91 üzleti díj, kerekítsük $20-nak, jó? Tehát az, hogyha dolgozol az üzletben, akkor $20 kér tőled. Ha a termékeket használod, akkor csak $25, semmi más kötelezettséget, viszont ha elkezdesz üzletet építeni, akkor havi $20 kér tőled, hogy ő is megéljen. De ez akkor is $20, hogyha te $1000 keresel, akkor is $20, hogyha $10,000 keresel, tehát igazából ez minden üzlet díja. Viszont világon az egyedülállóan, mint mondtam, annyira bejött ez az üzlet, hogy újabb üzletágak jöttek közbe benne. Ez azt jelenti, hogy ha az újabb üzletágak is érdekelnek, azok után nem kell újabb üzleti díjat fizetned. Pontosan azt jelenti, hogy gyakorlatilag ezért az üzleti díjért nekünk 3 üzletünk van. A következő üzletet, amire most nem fogok lényegével kikérni, de nem sokára lesz egy előadásunk róla, ahol el fogom mondani az összeset, úgy hívják, hogy God Backup. A God Backupról azt érdemes tudni, hogy az egy ilyen felhő alapú, egy felhőrendszer, ahol föl tudod tölteni az adataidat, méghozzá a Winchester-et adataidat. Tehát ez egy biztonsági mentés. Nekem ott van a számítógépen, amióta ez a God Backup megvan, és igazából korlátlan mennyiségbe töltött föl. Amekkora a Winchester-ed, te be tudod állítani ezt az automatát, hogy akár óránként, 2 óránként, vagy valós időben, vagy fél naponként nézze, és minden változás föltölt a számítógépedről. Ez azt jelenti, hogy soha nem vesznek el adataid. Na most, annak idején én úgy jártam ezzel pont, hogy pont új volt a számítógépem, és azt mondtam, hogy nem lesz rá szükségem, de kíváncsi vagyok, hogy mivel jött elő a cég. Jó, befizettem, mert nem volt egy nagyon drága, és rá 2 hétre valami jött valami Windows 10-es frissítés, amiért kék halál volt a gépem, és újra kellett telepítenem mindent. És akkor most azon gondolkodtam, hogy én most föltelepítettem-e a God Backup-ot, vagy mit csináltam vele, és amikor visszatelepítettem a gépre, és fölmentem a felhőbe, ott volt minden adatom. Tehát én azt mondom, hogy ez már bejött. Ennek a God Backup-nak világon egyedülállóan 92%-os megtartása van. Ugye mondtam számokat, az elején egy átlagos embernek 15%-os a megtartása van, ami azt jelenti, hogy 100 emberből 85 elmegy valahova. Na most itt 100 emberből 92 marad, és csak 8 megy el egy éven belül. Ez volt a statisztika, egy évig volt a beta tesztelés, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy idő után
azok, akiket mondjuk megismertettél a Kürlevejéggyel, érdeklődnek ezek, ezután is, mert mindig ez volt, mindig ez történt, de lehetnek külön ügyfeleid is. Nekem van egy csomó ügyfelem, akikből folyamatosan havi passzív jövedelem van csak a Godback backupból, és igazából annyi a dolgom, hogy néha rájuk kérdezek, hogy na, minden rendben van, és általában az a válasz, hogy minden rendben van, ugyanis a God Backup az autóbatán működik. Tehát egyszer föltelepített az a 5 perces meló, onnétől kezdve nincs semmi dolgod az ügyfeleddel, csak azt látod, hogy havonta vagy hetente jönnek a díjak, mert heti kifizetés van, de ő havi díjából melyik héten épp jön a pénz, azt látod, hogy megjelenik. Tehát néha azt mondom, hogy túl kevés munkáért jön a pénz, de ettől függetlenül is nincs ezzel semmi baj, jó? Ez körülbelül havi 9 dollártól már elérhető ez az üzlet, és igazából ugyanúgy 100% jutalékot fizet, mint ahogy elmondtam, és nem kell külön üzleti díj, mert benne van abban a 20 dollárban, amit a Pure Leverage üzleti díjába befizettél. Viszont előbb-utóbb az lesz, hogy lehet, hogy több eszközre van szükséged, mint amit a Pure Leverage szolgáltat. Azt mondod, hogy egy kicsit profi módon szeretnéd csinálni, mondjuk megtanultál blogoldalakat csinálni, és azt mondod, hogy te most tényleg szeretnél egy igazán profi blogoldalt csinálni, szeretnél saját céges e-mail, tehát doménneves e-mail címet, mondjuk vagy egy neves doménnevet, és szeretnél hozzá e-mail címeket. Ez már csak azért is fontos lenne, nem tudom, hogy tudjátok-e, de a Gmailt eléggé, a legtöbb, amit használtok a Gmail, illetve amerikai felé a Yahoo-t használják a legtöbbször. A legtöbb esetben az van, hogy ezek a rendszerek behatárolják azt, hogy például kiküldesz egy hírlevél sorozatot, és hány emberhez küldheted el. Tehát a Gmailnek például a napi határa az 500. Ez azt jelenti, hogy ha Gmailről küldesz, akkor hiába, hogy 1000 vagy 10000 fős címlistán nem fog eljutni az emberekhez, csak egy nagyon kicsit töredékéhez. Ugyanakkor nagyon sokan spammeltek korábban Gmail-lel, ami azt jelenti, hogy úgy történik ez az egész, amikor kiküldik ezt egy hírlevél sorozatot az internetre, hogy ezek átmennek különböző robotokon, amik figyelik, szkennelik a netet, és hogyha ők úgy látják, hogy te gyanús tevékenységet folytatsz, akkor egyszerűen letiltják a te leveledet. Ezt úgy hívják, hogy spam robot egyébként, és ez a spam robot sokkal jobban kiszűri például a Gmail-es leveleket, mint hogyha egy saját doménes e-mail címed lenne. Tehát előbb-utóbb azt fogod mondani, hogy te több automatát akarsz építeni, és komolyabb eszközeket akarsz, és arra ott van a Host & Profit nevű eszköze a cégnek, ami szintén körülbelül 20 dollárba kerül, és gyakorlatilag 4 újabb domaint üzemeltethetsz, amihez van egy csomó extra. Nem térünk ki most erre, mert erről lesz egy külön előadás, és egyébként is nagyon hosszabb lennénk. Ezt csak érzékeltetni akartam, hogy gyakorlatilag itt nem is 100% jutalékról beszélünk már, hanem 300% jutalékról, mert előbb-utóbb az emberek végigmennek a lépcsőkön. Mi úgy volt velünk, hogy először beléptünk a Pure Leverage-ben, és igazából, amikor beléptünk, előbb-utóbb elkezdtünk érdeklődni a God Backup után, és előbb-utóbb elkezdtünk érdeklődni a Host & Profit után, és gyakorlatilag az egész csapatot azt látunk, hogy ezen megy végig, ami azt jelenti, hogy elkezdtük csinálni az üzletet, és egyszer csak azt vettük észre, hogy 3 üzletből keresjük a pénzt. Jó? Vannak még további dolgok, amiről nem beszéltem, például amiről eddig beszéltem, az itt van, hogy mennyiért meg tudod kapni. Tehát 3 üzleted lehet ennyi pénzért, de igazából van még egy VIP ajánlata is a cégnek, mert vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ők szeretnek nagy pénzekkel dolgozni. Ez azt jelenti, hogy úgy gondolják, hogy minél többet kell befizetni egy rendszerbe, annál több pénzt kaphatnak vissza. Na most, ha láttátok, a cég egyébként is 100% jutalékot fizet, és ez már magában is jó, mert nincsenek gyártási díjai, illetve a gyártási díjak, a fejlesztési díjak, azok benne voltak az első hasznokba, amiket a termékekért kapott. Viszont hozott egy ugyanolyan VIP ajánlatot is, hogy sokkal többre van szüksége, tehát sokkal több pénzt akarsz keresni. Erről majd külön egyszer szó lesz, beszélünk a VIP ajánlatról, ennek a magyarítása folyamatban van. És igazából ott is ugyanúgy 100% jutalékot fizet. És azért említem meg ezt az ajánlatot, mert gyakorlatilag
ehhez sem kell külön üzleti díjat fizetni, hanem igazából ez is benne van a 20 dolláros üzleti díjba. Oké, mit érdemes még elmondanunk? Bocsánat, kicsit kiszállt a torkom, nagyon hangosan szoktam így beszélni, amikor belendülök. Az a célunk, hogy 5 percen belül elindítsunk bárkit az anyagi szabadság felé. Igazából itt tudnék most behozni embereket, akik elmondanák, hogy ezt mennyire jól tudjuk csinálni. Az 5 perc még nem működik, mert még fejlesztés alatt van néhány dolog, de igazából fél vagy egy órán belül bárkit, aki csatlakozik hozzánk, el tudunk az üzletbe indítani, és igazából tudatok kell, hogy nagyon sok munkatársunk egy egyszerű hírlevél sorozattal a pár hét alatt 15-20, meg 25 munkatársat is hozott. Gyakorlatilag tudatok kell, hogy az egész magyar csapat, aki dolgozik, az szinte folyamatosan megver mindenkit a nemzetközi top listán. Hogyha valaki bemegy a Pürlevécs webirodába, és azért nem raktam fel ennek a diáját, mert még nem egyeztettem azokkal az emberekkel, akik most fönt vannak, azt fogod látni, hogy a magyarok vannak a top 1 és 10 között a legtöbb helyen. Megvertük már, itt van például Nyisztor Vilmos, ő megverte egyik héten az Anthony Morrisont, aki a világ egyik legismertebb online marketingese. Tehát Magyarországon ez az üzlet most kezdett pörögni. Az elején azt mondtam, hogy itt is van a Vili. Az elején azt mondtam neked, hogy gyakorlatilag pontosan azért vagyunk itt, mert nem akarunk embereket veszíteni. Gyakorlatilag, ha valaki belép hozzánk, lehet, hogy más üzletet épít, és ez nem nincs ellenére a Pürlevélyes üzletpolitikájának, tehát itt nem az van, mint egy hagyományos üzletben, hogy belépsz valahova, és hogyha elkezdesz mást építeni, elveszik az üzletedet, itt azt mondják, hogy természetesen, hogyha nem, ha nem vagy több üzletbe benne, és nem keresel több üzletből pénzt, akkor nem is vagy igazából online marketinges, ugyanis megváltozott a világ. Manapság, ha csak egy lábon állsz, akkor mi történhet veled? Ha bedől a céged, akkor mit csinálsz? Akkor ott elveszítesz mindent. Viszont, hogyha van több automatád az interneten, lehet, hogy az emberek nem is tudják, de képzeld el, hogy van olyan Magyarországon is, akinek 40 ilyen automatája van, tehát 40 különböző weblapja, ami hozza neki a pénzt, és nem is ismerik a legtöbb tevékenységét. Például Kassa Tomi barátomnak is pontosan 40 weblapja van, és ezt a legtöbb ember nem is tudja róla. Na most pontosan azért vagyunk itt, hogy így automatán keressük a pénzeket, és hogy ilyen automatákat építsünk föl. Na most mindenkinek, aki ezt akarja, ilyen eszközökre van szükség. És most neked azt kéne eldöntened, mert ez az üzlet most nagyon fölpörget, egyre több hálózatépítő érzett rá az elmúlt hetekben, ezért is vagyunk föl a top listán, azt kellene eldöntened, hogy ki az, aki el fogja ezt terjeszteni Magyarországon. Mert egyetlen embert egyszer lehet beléptetni. Igazából, ha már belépett és behozta a csapatát, az nem neked hozza a pénzt. De igazából ez a következő egy-két évben ez nagyon szélesen el fog terjedni, és ott lehetsz azok között, akik ebből pénzt keresnek. Ott lehetsz azok között, akik szabad életstílust élhetnek el, és ott lehetsz azok között, akik megtanulhatnak automatákat felépíteni az interneten. És igazából utána már csak annyi dolgod van, hogy megcsinálod ezt az egészet, és utána élsz, mint Marcia Hevesen, mondhatnánk így, és 25 dollárra el tudod kezdeni ezt az egészet, és semmi kötelezettséged nincs, hiszen az van, hogy bármikor visszakérheted a pénzedet. Ezért én csak azt tudom neked javasolni, hogy keresd meg azt a szemét, aki elhívott ide ma téged, és tegyél egy próbát. Próbáld ki magad, vágj bele ebbe a dologba, és valószínűleg te is azt fogod mondani, hogy életed legjobb 25 dolláros befektetése volt. Jó? Köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem. Jó éjszakát kívánok, sziasztok!